Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mai napra választott ige szakasszal az Efezusi Levél 4. fejezetének az első 6 versével köszöntöm a tévénézőket. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével, egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Az elmúlt nyáron egy kedves barátomtól kaptam meghívót az esküvőjére. Nagyon ötletes, szép, egyedi, kézzel készített meghívó volt, egyetlen egy probléma volt vele, igen későn érkezett meg. A készhezvétel utáni szombaton került sor a nagy eseményre. Számomra ugyan nem jelentett gondot, mert szóban már hónapokkal azelőtt meghívtak, és elmondták az időpontot, felírhattam a naptárba, de volt olyan barátunk, aki csak akkor értesült róla, és már nem tudta szabaddá tenni magát aznapra. Pedig biztosan nagy izgalommal vette számba a vőlegény a mennyasszonyával a meghívottak listáját, hogy senkit ki ne felejtsenek. Biztosan szerettek volna mindenkivel osztozni az örömükben, akinek meghívót készítettek és küldtek, de voltak, akik nem tudtak elmenni. Valahogy így képzelem el azt is, ahogyan az Úr Jézus örül a meghívottaknak, akik elfogadják a meghívást. És itt nem a hívogató személye az, akivel párhuzamot szerettem volna vonni, hanem a vendégsereg. Az Isten országának örömét szeretné Jézus, ha mi is megélnénk, ami akkor lehetséges, ha nem keresünk kifogásokat, ha nem tartjuk elegendőnek a meghívót, hanem tudjuk azt is, hogy ott a helyem, Isten közelében. Pál ezért hangsúlyozza az elhivatást, Isten elhívott minket is. Az elhivatáshoz méltó élet az elhívásra, a meghívóra adott válasszal kezdődik. Lukács evangéliumában olvasunk a nagy vacsora példázatáról. Arról szól, hogy Isten mindenkit vár az ő országába, mindenkit meg akar hívni oda. Valamikor minket is megszólított. Valamikor megkaptam én is a meghívómat, de hogyan válaszoltam rá? Feltettem a polcra, és ezzel azt gondoltam, hogy minden le van tudva. Valamikor megkereszteltek, konfirmáltam, templomba is jártam, és azt gondoltam, hogy ez már elég. De Isten a teljes, neki szánt életet szeretné. Nem elég, hogy a meghívót megkaptam, ott akar tudni maga mellett. Mert Krisztusban Isten elvégzett mindent ahhoz, hogy mi örömmel legyünk ott vele a feltámadásban és az örök életben. Amen.